mi segedelmünk és ünnepszentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világtól, Istennek és a mi Atyának akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 244-es számú éneket. A 244-es ének így kezdődik e pünkös ünnepében. Pártusok és médek és elámíták,
és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mint zsidók, mint prozelitusok, krétaiak és arabok. Halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgai. Álmélkodnak vala pedig minnyája, és zavarban valának, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni. Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegedtek meg. Péter azonban előállván a 11-jel, felemeli szavát és szól a népnek. Zsidó férfiak, és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amint diábítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És részem az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti fiaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is, kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. A kegyelem Isten tegye áldotta az ő ígéjét, hogy beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Mondjuk el együtt fennhangon bűnvalló imádságunkat. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyád, íme egybe gyűjtünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk átlátni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkül. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyám, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén a felől, hogy hitáltal részesseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnei megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyet foglalva énekeljük a 244-es számú ének, elnézést a 243-as számú ének első és második versét. A 243-as számú ének így kezdődik, ó áldott Szentlélek. Oh.
édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hogy a te ígéreteid azok megállnak mind örökké. Megígérted az Úr Jézus Krisztusban, hogy nem hagysz minket árván. Igazgatót küldesz a te szent lelkedet, hogy állandó segítségül legyen, hogy mindig legyen, akihez forduljunk, és akivel ugyanakkor te hozzád forduljunk. Hogy legyen, aki lelkünket táplálja és erősítse, akkor, amikor ebben a világban csak nehezen találunk neki táplálékot. Akkor, amikor sokkal többet törődünk testi mi voltunkkal, és mindazzal, amivel a világ körülvesz bennünket. Gondoskodtál és gondoskodsz rólunk, hogy érezzük a szomjúságot és érezzük az éhséget, az élő víz forrása és a léleknek tápláléka iránt. És meghalljuk a haramszót, meghalljuk a léleknek hívását, egybegyűjünk itt a te szent házadban, most különösen szent léleknek ünnepén. Amikor nem tudunk számot adni arról, hányszor segítettél meg bennünket a léleknek erejével. Elhordozni a terheinket, túlélni egy-egy kritikus helyzetet. Hányszor segítettél, hogy ne roppanjunk össze, ne törjünk meg, vagy föl tudjunk állni, és tovább tudjunk lépni. Néha-néha eszmélünk csak rá, mekkora erőnk van. Magunk sem tudjuk honnan, de te tudod, Atyám. Itt vagyunk most ez ünnepen, és próbálunk valahogyan a láthatókon túllátni, valahogy a láthatatlanba kapaszkodni, valahogy a léleknek erejét, fúvását, tüzét megérezni és megtapasztalni. Segíts ebben, Urunk! Segíts, hogy a lélek ne csak egy leírt vagy kimondott fogalom legyen számunkra, hanem hatható erő a mindennapjainkban, hanem társunk legyen, segítségünk legyen, akiről tudjuk, hogy mindig számíthatunk rá. Így taníts most az ige által, és így állj meg szent lelkeddel, a mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. A 143-as számú ének harmadik versével készüljünk az ige hallgatásra. 243-as számú ének harmadik versével. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részének
27-től 32-ig terjedő verseit hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Előhozván pedig az apostolokat állaták a tanács elé, és megkérdi őket a főpap mondván, nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a népben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mire át akarjátok hárítani annak az embernek vét? Felelik pedig Péter és az apostolok mondán, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölitek. Ez az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felül, és a Szentlélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Ez Isten igéje. Ha már megtörtént az imént, hogy kétszer is rosszul mondtam be az ének számot, magamban közben azon gondolkoztam, hogy egy jó pszichiáter minden bizonnyal tudna magyarázatot adni rá, hogy honnan van ez a két hiba, mint ahogy a lélekgyógyászok, mert magyarul így nevezzük ezt az új modern tudományt, ami alig több mint 100 éves, sok mindenben próbálják keresni, kutatni és magyarázni az ember belsőjében a láthatatlanban lezajló dolgokat. Csak mindjárt az elején van egy kicsi ellentmondás, ugyanis ha magyarul úgy is mondjuk, hogy lélekgyógyászat, eredetileg nem azt jelenti, nem a lelket gyógyítják, hanem az ember szellemét és gondolkodását kívánják helyreállítani, mégpedig, és itt most elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg érzékenyen fogadja, de azt kell mondanom, hogy mégpedig sötétben tapogatózva, hiszen az, ami az emberben belül van, az, ami a láthatatlan része az embernek, amit az Anya Szent Egyház és a Szentírás léleknek hív, az mindenféle tudomány számára kiismerhetetlen. Réges-régen megfogalmazta már az egyik énekünk, ismerjük jó, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ ne vár. Márpedig a tudománynak az alapja az, hogy kétkedően álljon hozzá a dolgokhoz, és csak a bizonyított és hiteles dolgokkal orvosoljon és gyógyítson. Az emberi elmének és tudásnak körülbelül a 80%-áról fogalma nincsen semmiféle tudománynak. Ugyanis úgy tudjuk mind a mai napig, hogy egy átlag ember a gondolkodásának a 20%-át használja ki, 80%-ot nem használ, hogy mi van ott bent mélyen rejtve az emberben, arra a tudomány választ nem tud adni. Engedjétek meg, hogy én a Szentírással adjak erre választ, és azt mondjam, hogy az a 80%, ami rejtve van a tudomány előtt, az a lélek. Az a lélek, amiről nekünk keresztényeknek, hívőknek, Isten gyermekeinek is nagyon kevés tudásunk van, de mégis tudjuk, hogy bennünk lakozik, tudjuk, hogy ebben a földi életben szerves egyet képez a testtel, de tudjuk azt, hogy nem örökre elválaszthatatlanok, hiszen születésünk pillanatától halálunk pillanatáig van ez az egyesség, hogy előtte és utána mi történik a lélekkel, arról nagyon-nagyon keveset tudunk.
Vagy nagyon egyszerű a válasz rá, mert azt mondja a Szentírás, hogy a halálunk után a lélek Isten színe elé kerül, Isten ítélő széke elé, és az ítélet alapján örök élet vagy örök halál az osztály része a léleknek. Ennyit tudunk, minden további, az már tovább gondolás, vagy ki a maga szája íze szerint alakítja, akár a múltról, akár a jövendőről alkotott felfogást. És úgy gondolom, hogy Szentlélek ünnepén, amikor arra az első pünkösdre emlékezünk, amikor kettős tüzes nyelvek formájában kiáradt Istennek szent lelke a tanítványokra, és attól olyan erőt nyertek, amely erővel elindult mind az egész világon az evangélium hirdetése. Tehát Szentlélek ünnepén nekünk nem annyira a múlttal és a jövővel, sokkal inkább a jelennel kell foglalkoznunk. Azzal, hogy mit jelent a mi életünkben és a mi számunkra az, hogy Istennek szent lelke itt van közöttünk. Mit jelent az életünkben az, hogy testből és lélekből vagyunk formálva, és hogy a lelkünket táplálni kell, és hogy a lélek táplálika segít bennünket legalább annyiban, mint amennyire a test táplálika ahhoz, hogy a mindennapjainkat megéljük. Ha megkérdezem, vagy megkérdezném egyenként a jelenlévőket, hogy mit gondolnak a saját lelkükről, mit gondolnak arról, hogy a saját lelkük hogyan működik, hogyan nyilvánul meg a lelkiségük nap mint nap, minden bizonnyal mindenki tudna, és elsősorban mindenki szép és jó dolgokat tudna elmondani saját magáról. Ha megkérdezném, hogy is mit mondunk, mit tudunk a családtagjainknak, a hozzánk tartozóknak, a szomszédainknak, az ismerőseinknek a lelkéről elmondani, akkor lehet, hogy ott már becsúszna egy-egy nem feltétlenül hízelgő vélemény is, hiszen van ilyen fogalmunk, van ilyen kifejezésünk is, hogy van, aki nem jó lélekkel viseltetik mások iránt. Van úgy, amikor nem Istennek lelke munkálkodik bennünk, hanem talán valamiféle gonosz lélek. Én próbálom elképzelni azt, hogy idegen, sötét, gonosz erők szállnak meg időnként bennünket, és ezek az idegen, sötét, gonosz erők irányítják az életünket, megvallom őszintén, nem tudom ezt elképzelni. És nem tudom elhinni és elfogadni, hogy bárki keresztény hívő emberben megtörténhessen az, hogy Isten szent lelke teret engedjen bármilyen sötét erőnek. És akkor mindjárt az első válasz arra, hogy Istennek lelke hogy munkálkodik bennünk, és a mi lelkünk az hogy segít bennünket nap mint nap, az első válasz az, hogy Istennek szent lelke szüntelen bennünk van, és Isten szent lelke óv meg bennünket attól, hogy bármiféle gyalázatosságot, gonoszságot elkövessünk. Persze ez még nem válasz arra, hogy de akkor miért van, hogy mégis bűnösnek kell tudnunk magunkat, és miért van az, hogy gondolkodásunk és cselekedeteinknek nagyon nagy része bűnnel van áthatva és átitatva. Egyszerűen azért, mert a bűn születésünktől fogva bennünk van, ez nem valamiféle démoni megszállottság, nem úgy gondoljuk, hanem tudás. Ez valóban tudás, a rossznak a tudása. Mert arról a fáról evett az első ember az Éden kertjében, a jó és rossz tudásának a fájáról,
Tehát mindig tudjuk a rosszat, és mindig képesek vagyunk, és hajlamosak vagyunk választani a rosszat. Próbáljuk meg azt elképzelni, hogy autót vezetünk, és az autó félrehúz. Aki vezet autót, az tudja, milyen érzés, amikor egy irányba húz az autó. Tehát ha nem fogom a kormányt, akkor egy irányba elkanyarodik. Nekem ellen kell kormányozni folyamatosan. Ez az, ahogy a Istennek szent lelke működik az életünkben. A mi életünk folyamatosan a rossz irányba húz, és ezt a rossz irányt kell folyamatosan korrigálni. Visszairányítani, visszavezetni bennünket a jó irányba. Ilyen egyszerű. Akinek az életében tud működni Istennek szent lelke, annak az élete, mondjuk így, hogy a jó úton halad. Akiben nem tud működni, annak meg időnként vissza kell találni valahogy arra a jó útra. És eljutottunk egy következő fogalomhoz, ahhoz, hogy tud-e Istennek szent lelke működni az életünkben. Mert az rendben van, hogy kimondtuk, hogy gonosz lelkeknek nem enged teret Isten lelke, hiszen Isten gyermekei vagyunk. Feltételezzük legalábbis saját magunkról, hogy szándékunk, akaratunk szerint a keresztény közösséghez tartozunk, imádkozunk azért, hogy Isten segítsen meg bennünket nap, mint nap. Tehát ezzel kizárunk egy nagyon sötét és nagyon veszélyes területet az életünkből, de ez még nem jelenti azt, hogy jelképesen ne tudnánk a lelkünk ajtaját rácsapni a Szentlélekre, mielőtt az beléphetne a lelkünkbe. Nem mindig engedjük Istennek szent lelkét munkálkodni bennünk. Mondjam azt, hogy van olyan, amikor erőszakkal azt a kormány a rossz irányba fordítjuk. Tehát megszólal a lelkiismeret hangja bennünk, tudjuk, hogy mi lenne a helyes cselekedet, és mégis a rosszat tesszük. Saját magunktól, mert felül írja a bennünk lévő rossz, a jót. Megtörténik. Azt mondja erre a Szentírás, hogy a lelket meg ne oltsátok. Istennek szent lelkét meg lehet oltani. Nagyon beszédes ez a kép, azt a tüzes lángot, ami Isten lelke erejét jelenti, Isten lelkének a munkáját jelenti, el lehet oltani. Mint a tüzet, ahogy eloltja az ember egy beder vízzel. A lelket is meg lehet oltani. Használják a mai fiatalok, én szoktam hallani tőlük, hogy oltják egymást. Az egyik nagy boldogan, nagy lelkesedéssel jön és újságú valamit, csak másik egyetlen szóval lelohasztja ezt a lelkesedést. Képesek vagyunk. Nem csak a mai fiatalok, a mai felnőttek is, meg az idősek is képesek erre. Isten szent lelke munkálkodna bennünk, mi pedig nem engedjük. Ilyen is van. Az ige azonban egy harmadik lehetőséget mutat be, az apostolok életéből egy apróságot, egy kicsi jelenetet, amikor elfogták őket, tömlöcbe betették őket, azért, mert ők Jézus Krisztust hirdették. És odaállítják a tanács elé, és számon kérik rajtuk, hogy hogy mernek ők Jézus Krisztusról prédikálni, holott meg lett tiltva nekik. És olyan jól mosolyogtam magamban, amikor olvastam az igét, és azt mondja a bírájuk, hogy hogy meritek a ti tudományotokat prédikálni. Mindig tetszik, amikor idézőjelben az ellenség elszólja magát. A másik oldal elszólja magát. Mert mondhatná azt az illető, hogy hogy mertek ti hazugságot prédikálni. Mondhatná, hogy hogy meritek hitetni az embereket.
hogy meritek félrevezetni az embereket, hogy mertek új vallást terjeszteni az emberek között. Nem ezt mondja, azt mondja, tudományotok van. És miért kenitek rám annak, nem mondja ki a nevét, azért erre vigyázz, tehát annak a vérét, Jézusnak a vérét. A másik oldalt képviseli ez a papi személy, az Ószövetséghez tartozik még, de a másik oldalról is kénytelen a látszat fenntartása miatt elfogadni azt, amit egyébként rendes körülmények között a mai világban is ugyanígy kellene végigvinni, vagy végigjátszani, de hát a mai világnak inkább ez a végigjátszása jellemzője. Tehát tudománynak ismeri el, és elismeri azt is, hogy ott valami súlyos dolog történt Jézus Krisztus megfeszítése körül. Zárójelet nyitok, meg vagyok róla győződve, hogy 2000 év alatt már lett annyira rafinált a kereszténység minden ellensége, hogy abban a pillanatban, ahogy előállunk az evangélium hirdetésével, ők nem tudományról beszélnek, hanem hitetésről beszélnek, és nem Jézus véréről beszélnek, hanem azt mondják, hogy Jézus nem is létezett. Tehát ennyit már tanultak az ellenségeink, hogy bennünket mindenféle módon azonnal oltsanak ott és amikor lehet. Még akkor az apostolok idejében nincsen kifinomulva annyira a hazugság művészet. Péter és az apostolok bátran válaszolnak. Ebben a bátorságban nem a maguk erejébe vetett hit, nem valami földi hatalmasságba, helytartóba, római császárba vetett hit van, hanem egyszerűen a léleknek az ereje. És azt mondják az apostolok, de hát mi nem tehetjük, hogy ne prédikáljuk a Jézust. Egyszerűen nincs más választásunk, nekünk prédikálnunk kell. Nem azért, mert ez parancsba van adva. Nem azért, mert számon kérik rajtunk majd az életünk után, hogy megtettük-e azt, ami a kötelességünk. Hanem nem tudunk másról beszélni. Minket úgy eltölt Istennek szent lelke, hogy minden szavunk őt dicséri, minden szavunk evangéliumot, örök üzenetet hirdet, mert innentől kezdve erről szól az életünk. És nincs már semmi fontos a számunkra. Talán ismerjük azt az érzést is, nem csak a rossz oldaláról, hanem a jó oldaláról, hogy milyen az, amikor valami kitölt teljesen bennünket. Mert van a rossz oldal, amikor egy betegség foglal le bennünket, valamilyen nyavaján. Kitölti az életünket a gyász. És egyszerűen nem tudunk másra gondolni, és nem tudunk másról beszélni. Amikor egy fájdalom hat át bennünket, legyen az testi fájdalom, vagy a léleknek a fájdalma, és minden szavunk, minden megnyilvánulásunk a körül forog. Tehát ez a rossz oldala. De van a jó oldala, amikor egy öröm tölt el bennünket. Valamilyen jó hírt kapunk. Valamit, amit meg kell osztani másokkal. És lehet, hogy ugyanaz történik velünk is, mint az apostolokkal történt az első pünkösd alkalmával, hogy hirdették nyelveken szólva az evangéliumot, és rögtön ott is voltak, akik azt mondták, hogy hát biztos édesbortól részegettek meg. Egészen döbbenetes, ugye egy addig soha meg nem történt csoda megy végbe, és már ott vannak a kételkedők, akiknek lehet mondani akármit, meg történhet akármi, ők akkor is kételkedni fognak, mert nekik meg ilyen a beállítottságuk. Tehát minden bizonnyal tapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor eltölt bennünket valami jó, és mondani kell, akkor is, ha tudjuk, hogy az a másik nem is figyel oda rám, vagy nem érdekli, nekünk feltétlenül meg kell osztani másokkal. Az apostoloknak az életét Isten szent lelke tölti ki. Neki ezt kell megosztani. Nincs más, amiből beszélnek,
nincs fontos semmi egyéb számunkra, nem az időjárás, nem a foci VB, és hadd ne soroljam, hogy mi minden nem fontos számunkra, nekik az evangélium a fontos. És pünkösd ünnepén Isten szent lelkét kutatva, keresve, valahogy saját magunkban próbálva felfedezni. Próbáljuk meg, hogy valahogy egy kicsit nagyobbra nyissuk azt az ajtót, ami lelkünknek mélységeibe és sötétségeibe vezet. És próbáljuk meg azt, hogy minden második, legalább minden második gondolatunk, vagy valamennyi rész biztosan arról szóljon, hogy Isten lelkének a hordozói vagyunk. Isten szent lelkének a templomai vagyunk. És ez a fontos az életünkben. És lehet fontos emellett még sok minden más. De most legalább az ünnepel. És talán akkor viszünk magunkkal egy kicsit a következőkbe is. Legalább most tegyük előtérbe. Hirdessünk mi is evangéliumot. Adjunk szeretetet. Lelkesedjünk a lélek által. Amen. Válaszoljunk az ígére a 243-as számú ének 4. versében. Oszlasd el homályos elmének utatlanságát. Megmutatják azt, hogy mi elkötelezettek vagyunk az Úr Jézus.
Jézus Krisztus iránt. Vagy pedig engedve a többségnek, engedve a sodrásnak, engedve divatnak, elvárásoknak, vagy bármi egyébnek, beleszürkülünk, bele hasonlunk, vagy éppen bele azonosulunk a környezetünkbe, ahol tudjuk nagyon jól, és annyiszor panaszképpen meg is fogalmazzuk, hogy olyan kevés a szeretet, a megértés, ahol nem érezzük jó magunkat, és mindjárt tudjuk, hogy változtatni kellene. Csak mindig várjuk másoktól, csak azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy hol kezdjünk hozzá, vagy hogyan vigyük véghez. Hát, megmondtad az ígében, és példát adtál egyszer és mindenkorra, azzal, ahogyan az apostolok felvállalták az evangélium hirdetésének szolgálatát, ahogy nem ismertek semmi más fontosabbat, sürgősebbet, ahogy el sem tudtak képzelni saját maguknak más feladatot, mint ezt tenni. Bennünk mennyi vágy, mennyi elképzelés, mennyi célkitűzés fogalmazódik meg. Akár életünket meghatározó, akár nap mint nap újra tervezve, vajon ezek között mennyi az, ami igazi érték, ami maradandó, ami hasznos önmagunknak, környezetünknek, a teremtésnek. Te tudod, Urunk, jobban nálunknál, és ezért téged kérünk, hogy lévén mi rendszerint haszontalan gyermekei, akik tudatlanként viselkedünk és oktalanul gondolkodunk és beszélünk, te légy az, aki léleknek erejével magadhoz hívsz bennünket, aki megmutatod, mi a helyes, mi a jó, mi a hasznos, mi az, ami valóban előre viszi a világot. Segíts bennünket szebbé és jobbá tenni szűkebb és tágabb környezetünket. Segíts, hogy akár milyen földi körülmények próbálják is meghatározni gondolkodásunkat és beszédünket, nekünk mégis az legyen fontos, amit te mondasz, amit te kérsz számon rajtunk. És így lehessen, hogy azután sem gyász, sem betegség, sem nélkülözés, sem üldöztetés, vagy bármiféle más földi nyomorúság ne tudjon elvonni minket a te szerelmettől, sőt, nap mint nap, könyörgésekkel, hálaadásokkal, dicséretekkel hirdessük együtt háromszor szent neved dicsőségét. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, s kiki lélekben vigye könyörgését Isten színe elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem, hogy úgy, amint azt
megígértük az Úrnak szent asztalát, megterítettük, és az Úr vacsora ki fog osztatni, ezért akik illendően elkészültetek az ének után, legyetek részesei az Úr vacsorai szertartásnak. Erre készülve énekeljük a 264-es számú ének első versét, lelkem siet hozzád.
ezt a kenyeret, mint minden más kenyeret, vagy majdnem minden más kenyeret, boltban vásároltunk. Ezt a bort az adott család készítette el, és adta az Úr asztalára. Nem mennyből alászállt kenyérről van szó, mint ahogy a Szentírás tanúsága szerint, ugye a pusztai vándorlás idején a zsidó nép mennyből kapott kenyeret, a mannát ette Isten ajándékaképpen, és ezt a bort sem úgy találtam ma reggel a templom ajtóba, hogy angyalok hozták volna. Tehát van egy nagyon földi, nagyon testi része ennek az úrvacsorának, mint ahogy az életünk minden mozzanatának, minden eseményének. Megvannak a földi jegyek, megvannak a testi jegyek, ezeket ismerjük, ezeket magunkhoz vesszük, ezeket fogadjuk, ezeket valamennyire értelmezni tudjuk, de azt is tudjuk, tehát van egy ilyenfajta ismeretünk és tudásunk, hogy a láthatókon túl ott van valami egyik, ott van valami más, ami értelem szerint, tudás szerint nem megmagyarázható. Mert egy egyszerű példát, ha mondok, akkor, amikor egy kisgyermek valami rosszat követ el, de nem szándékosan, akkor az édesanyja nem megbünteti, hanem megmagyarázza neki azt, hogy legközelebb ilyet nem szabad tenni. A tudás szerint, vagy mondjam azt, hogy a földi jogrend szerint, bár tény, hogy enyhébb módon, de mégis büntetendő az is, hogyha valaki szándékán kívül rosszat tesz. Mi az, ami egy édesanyját megakadályoz abban, hogy megbüntesse az egyébként vétlen gyermekét? Hát valami láthatatlan. Valami körülírhatatlan, és valami, amit semmiféle tudással magyarázni nem lehet, de mégis van rá egy nagyon szép szavunk, az, hogy szeretet. Része az életünknek a szeretet. Semmiféle módon nem lehet magyarázni azt, hogy a szeretet hogyan működik, ha kihagyjuk Isten szent lelkét. Ha kihagyjuk azt, hogy Isten maga a szeretet, és minden, ami szép és jó, és ehhez a fogalomhoz kötődik, az Istentől száll alá. A mindennapi életünkben, az ünnepi életünkben, egész életünkben elválaszthatatlanul van együtt a látható és a láthatatlan, a testi és a lelki vonatkozás. Csak egyszerűen erre a mi időnkre, a 21. századra bolondult meg, erre nincs más szó, bolondult meg annyira a világ, hogy mindent meg akar magyarázni. Minden kézzel foghatóvá akar tenni, mindent az anyaggal akar megmagyarázni, ha tehetné már réges-régen a szeretetet is kémiai vegyületben leírná, hogy mit kell bevenni ahhoz az embernek, hogy szeretet legyen benne. Már elég sok gyógyszert meg minden egyebet sikerült a kémiával előállítani. Én várom, megmondom őszintén, várom, hogy mikor állnak majd elő a hírrel, hogy most már van szeretett tabletta is, nem csak egyéb tabletta. Nincs semmiféle hozzáadott dolog ebben a kenyérben is, ebben a borban. És mégis van. Mert mégis azt mondjuk, hogy Krisztus teste és vére van előttünk a terített asztalban. Láthatatlanul és mégis egészen valóságosan. Ahogy nem szeretném most a gyülekezetnek magyarázni, és remélem nem is kell magyarázni azt, hogy az életünknek, minden napjainknak elválaszthatatlan része Istennek szeretete és jelenléte.
nekünk kell bizonyságot tennünk Istenhez tartozásunkról, vállalásunkról, azzal, hogy itt megállunk a terített asztal körül, hogy bizonyságot teszünk arról, hogy valóban Isten gyermekeiként kívánjuk élni az életünket. Legyen hát ez a terített asztal, s az abban való közösség mindannyiunk számára az a láthatatlan, de nagyon is valóságos kapocs és kötelék, amelyik egyé és egyben az Úr Istennel együvé kapcsol minket. Amen. Gyertek testvéreim, készüljünk a királyi vendégségre alázatosan, valljuk meg a mi bűneinket, és folyamodjunk együtt kegyelemért, imádkozzunk együtt. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításoknak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk, irgalmazz, Urunk, bocsáss meg nekünk, Urunk, részeltess a te kegyelmed ajándékaiban. Amen. Mondjuk el az egyetemes keresztjének ház hallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, én a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, mindazáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához hívem, míg néhány kérdést intézek hozzátok, melyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörül? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből megváltott és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért. Amen.
Most pedig, akik magatokat illendően elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és a megszokott rendtől annyiban eltérően, hogy elsőként a frissen konfirmáltak vesznek úrvacsorát. Atyám, a te asztalodhoz megtört szívvel vágyom, életemet mindvádod a szent fiamnak számom, aki testét vérét adta a keresztfán értem, tudom, hogy most meggyógyítja az én beteg lelkem. Atyám, bármilyen vagyok, légy irgalmas nékem, rendelt ilyen szent asztalnál üdvözségességem.